Ez az Értágító, valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna. Mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb Értágító, a mikrofonnál Rupácsics Judit Csilla. Kedves vendéggel vagyok itt a stúdióban, szeretettel köszöntelek Renáta, Szenkó Renáta, székelyhédi születésű, és hát én kíváncsi lennék, hogy milyen volt a gyerekkorod. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Én Székelyhídon kezdtem a focit, a gyerekkoromban játszottam sokat a fiúkkal, mivel a környezetemben csak fiúk voltak. Legfőképpen, aki befolyásolt, az az unokatestvérem volt. Ő vitt engem mindig focizni, meg más nagyon nem tudtunk játszani úgy az utcán. Mi házunk előtt volt két meccsfa, és akkor az volt nekünk az elsődleges kapunk, amikor már kicsit nagyobb lettem, akkor már elengedtek a focipályára, és pedig az nagyon közel volt hozzánk, de anyukám azért annyira nem engedett messzi. És a fiúkkal fociztál? Igen, igen, csak fiúkkal. Te voltál az egyetlen leánka? Igen. Senki nem volt a környezetedben, aki? Nem, és nem is babáztam, hanem inkább autókkal játszottam, és katonákkal. Újjaj, hát akkor ez régi szerelem, ez a foci. Én el is felejtettem a bemutatásodkor elmondani, hogy focisztál, és akkor az egyetemen valószínű, hogy a foci szakot választottad. Igen, mesteribe lehetett választani, az első alapképzésen az csak testnevelő tanári, a mesterin pedig a foci szakot választottam. Mesélj még, mi történt annak idején, hogy választottad a testnevelő tanárit? Hát a földrajz szakon és a testi tanárin gondolkoztam. A földrajz szakos felvételire kicsit lecsúsztam tanulás szempontjából, és akkor maradt a tesi igazából. Ott csak próba volt, nem volt ilyen elméleti dolog. Milyen próbák voltak? Hát bukfenc volt, cigánykerék, ládára felugrás, mélybeugrás, és labdajátékoknál kosára dobás és kapura dobás, rugás. De akkor már kicsi gyerekkorod óta tudtad, hogy ezt fogod választani. Igen. Biztos voltam benne. Valami hasonló a sporttal mindenképp. És mit sportoltál gyerekként? Volt-e valami lehetőség itt Székelyhídon, és éltél-e vele? Hát foci mellett még voltam hip-hop tánccsoportban egy évet. Pingpongozni jártam, de oda nagyon keveset, de azt azóta is szeretem, és csinálom. Nagyjából ennyi. Sokat bicikliztem még mellette. És emlékszem rá, hogy futottál, nem? Az volt egy térsérülésem, és akkor elhagytam a focit, maradt a futás, biciklizés. Meg. Szóval csapatban is focisztál? Igen, csak csapatban. És ezt hol? Hát először kezdtem Nagyváradon, mert volt itt egy lány, Gödél Brigitta, aki elvitt engem egy edzésre, és azután ő elment Marosvásárhelyre, és akkor én itt maradtam, mert még elég kicsi voltam ahhoz, 7-es, 8-os, és akkor vonattal jártam be edzésekre. A suli után, aztán este haza, úgy elég fárasztó volt, és utána pedig az a csapat megszűnt, mivel hogy nem volt elég pénze sajnos az edzőnknek. Aztán elmentem Kolozsvárra, úgy iskolával együtt, 11. osztályt ott jártam, 12-t úgy szintén, és akkor lett egy térdsérülésem 12 végén. Aztán megkikeztem az egyetemnek, és akkor azzal a sérüléssel vittem tovább, úgy kilábaltam belőle, és maradt az ilyen futóversenyek, sok biciklizés, biciklifutárkodtam. Úgyhogy maradt a sport, csak már nem ilyen performális szinten. De akkor Kolozsváron is csapatban játszottál. Igen. Labdarúgást. De érdekes, igen, hát a lányok lassan minden sportot elérnek. Én vívóedző vagyok, és amikor én vívtam annak idején aktívan, akkor a lányok csak tőröztek. Ma már a lányok párbajtőröznek is, és kardoznak, és akkor ugyanígy van, mondjuk a 80-as években már volt vajon női labdarúgás? De úgy tudom, hogy igen, csak nagyon kevés csapat. De ha volt is, nagyon keveset hallottunk róla, de ma már van. Hogy kerültél ide tanítani? Hát az első évemet az Borson tanítottam, Várad mellett, úgy akkor oda is költöztem, Kolozsvárról jöttem közelebb. Nagyvárosba akartam maradni, de igazából nem úgy jött össze, de nem sajnálom egyáltalán. Aztán megint volt egy versenyvizsga, ott hál' Istennek 10-est írtam, és akkor tudtam választani elsőként, hogy hova jöjjek. Margita volt Székelyhíd, a legközelebbi település, vagy városok,
és akkor azt mondtam, hogy inkább Székelyhídra jönnék haza, mint hogy most Margitára megint ingázni, az úgy kicsit nehezebb lett volna. Nagyon fiatal vagy, és mikor történt mindez? Hát ezelőtt 3 éve, már lassan 3 éve itt tanítok. És milyenek a gyerekek? Hogy bírsz velük? Hát az elején voltak nehézségek, meg én is fiatalabb voltam, meg tapasztalatlanabb, de most már úgy gondolom, hogy egyre könnyebb, meg vannak azért tapasztalatok. Más a reakcióm a gyerekekre. Különböző szituációkban most már tudom, hogy kell reagálni, úgyhogy de még van mit tanulni. És hogyan zajlik nálad egy testnevelés óra? Hát papírforma szerint bemelegítés, vannak futások, gimnasztikai bemelegítés, aztán pedig labdával szoktunk gyakorlatokat végezni, és utána a végén pedig hagyom, hogy játszunk meccseket, vagy ilyen hasonlót egy kicsit magukba együtt. Labdarúgó meccseket? Akár. Hogyha 2 osztály van, akkor meg szoktam beszélni a kollégákkal, hogy akkor játszanak a fiúk, vagy a lányok úgy együtt. És szeretik a... Hát minden gyerek szereti rúgni a labdát. Milyenek a székelyhídi gyerekek labdarúgás szempontjából? Ügyesek, vagy... Hát igen, vannak ügyesek is, persze, mindenhol akad egy-egy kimagasló tehetség, azokat szeretnénk továbbítani, akár más nagyobb csapatokhoz, vagy hasonló célokkal. Hát itt Székelyhídon is van labdarúgó csapat, nem is olyan nagyon rossz eredményt ért el a tavalyi megyei bajnokságon, a Sasoknak hívják már őket. Együtt tudtok működni velük? Konkrétan most nem velük vagyunk együtt, hanem a Parciumi Akadémia ad nekünk ilyen edzői hátteret, hogyha el fog indulni a 9-es sportosztályunk, és ezekbe szeretnénk gyerekeket gyűjteni, mert igaz, a 8-os osztályainkban vannak, de viszont nem elég, hogy egy egész osztályt tudjunk indítani velük. Hány éves korban lehet sportszerűen elkezdeni a labdarúgást? Hát igazából minél hamarabb. Már 7 évestől már neki kezdenek, hogy érezzék a labdát, hogy kell vele bánni, aztán mi hogy egyre jobban nőnek, annál több és több gyakorlatot adnak nekik, és minél nehezebbet. Összeáll a csapat, van csapatszellem már a 7-10 éveseknél is? Inkább egyéni játék, arra figyelnek oda, de viszont már, hogyha nagyobbak, akkor már arra az a célpont, hogy tudjanak együtt játszani. Mi a legnehezebb egy labdarúgó edzés esetén a gyerekekkel? Mi a legnehezebb pont? Mit nehéz elérni náluk? Csapatszellem elérése, ilyen nagyobb taktikák, hát az, hogy a gyerekek együtt játszanak, így ez elég nehéz, mert hogy egyénenként mindenki más. Igen, és ilyenkor még megvívják a saját harcukat a csapatba, a hierarchiáért, de hát egy érett labdarúgó csapat az már másképpen kell, hogy működjön. Térjünk vissza oda, hogy akkor indulna egy sportosztály, de hát tulajdonképpen labdarúgó osztály, és ez jövőre, és itt Székelyhídon a Petőfi Sándor Elméleti Líceumban. És akkor ennek te lennél az osztályfőnöke, vagy a vezetője, vagy milyen tervek vannak? Hát itt vannak praktikaórák, vagyis edzéselmélet, az 2 óra egy héten, van gyakorlat, 8 óra egy héten, az azt jelenti, hogy szinte minden nap 2 óra edzés. A más tantárgyakból kevesebb óraszám van, mint egy rendes elméleti liceumi osztályban, és hát én tartanám a praktika részét, és a Parciumi Akadémia vezetősége pedig adna nekünk még edző segítséget, úgy, mint edzőterén, úgy, mint felszerelés, vagy ha nem is felszerelés, de ilyen statisztikai dolgokat, amiket mi össze kell gyűjtsünk, mint edző, és akkor ők fel tudják ott dolgozni. Aha, szóval akkor ott folyik egy kísérlet tulajdonképpen, hogy hogyan is... Ilyen magyarországi platform. Hogyan is működhet jól ez a dolog, és ők szatmáriak, nem tudom, ez igen, elhangzott-e igen. Már, és ott egészen jól működik, egészen kicsi gyerekektől, egészen a profi labdarúgó csapatig egy sportklub, tulajdonképpen egy labdarúgó klub,
akitől ti segítséget fogtok kapni akkor. Igen. És milyen gyerekeket vártok? Lesz-e valamilyen kritérium felvételi? A fő szempont az, hogy jó tanuló gyerekek legyenek, hogy ne legyen egy gyenge sportosztály, mert mindenkinek az van a szem előtt, hogy a sportosztály az nem olyan jó tanuló gyerekekből áll, mert hogy az életüket a sportnak szentelik. Ez olyan érdekes, mert ez egy nagyon régi szemlélet, ami még mindig él, pedig hát nem igaz. És én mindig azt a példát szoktam erre felhozni, hogy nézzünk csak szét a magyarországi vívó világbajnokok között, hogy hány diplomás orvos, mérnök ember van közöttük, úgyhogy nem egészen helyén való ez a, minek nevezzük. Sztereotípia? Igen, azt hiszem, hogy igen. Igen, ez a pecsét a sportosztályon, hogy oda gyenge tanulók járnak. Igen, szóval erős tanulókat kerestek, nyolcadikosokat, kilencedikeseket? Nyolcadikosokat, igen. Május közepén van egy felvételi, ami abból áll, hogy 50 méteres gyorsfutás, 2000 méteres futás, az a mi focipályánkon kb. 6 kör, 6 nagy kör. 30 másodpercen belül minél több hasizmot tudjanak megcsinálni. Itt a felső szint az 30 darab, szóval elég gyorsan kell csinálni a hasizmot. Aztán pedig jön a foci része, ami azt jelenti, hogy dekázás, egy percen belül hány dekát tud megcsinálni. Van kapurarugás 16-osról, a labda úgy kell beérjen a hálóban, hogy levegőbe van még. Van szlalom, 5 bója között kell labdát vezetni, az is időre van, és van egy 2x10 perces foci, ami az ott lévő gyerekek közül kiválasztott két csapat, és ők fognak játszani egy kis focit. Együtt. Hány gyereknek lesz helye ebbe az osztályba? 22 darab. 22 gyereket vártok. Az egy jó kezdő csapat. Cserékkel. Igen. Hát igen, mert 11-en vannak egy csapatban, ugye, de az, amikor általában a mérkőzés zajlik, akkor. És bírákat is fogtok képezni? Foci bírákat? Vagy csak azokat labdarúgókat? Nem. Azokat nem, hanem amikor lesz egy meccs, akkor kell őket felfogadni. Fú, hát ez nagyon érdekes. Nevet már választottatok a labdarúgó csapatnak, amit készítettek? Hát az a Partium Akadémia részese lesz, de ezt még nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a pontos neve. Hát én biztatok minden székelyhídi fiúk vagy lányok. El is felejtettem kérdezni, hogy fiúkat vagy lányokat vártok egyenlőre ebbe az osztályba. Egyenlőre csak fiúkat. Hát ez egy kicsit, reméljük, hogy változni fog. Valószínűleg mindenképpen. Na, szóval minden 15 éves, 16 éves fiút, aki szeretne nagyon jól megtanulni focizni, mert ugye labdát rugni azt mindenki tud, de nem mindenki rúg labdába, amikor ott az ideje, azt várják szeretettel a májusi felvételire? Igen, május közepén szokott lenni. Pontos dátumot még egyenlőre nem lehet tudni, viszont milyen megtudjuk akkor ki is lesz téve a Petőfi Sándor oldalára, meg amennyire csak tudjuk, hogy elérjen a gyerekekhez, akik szeretnének. Ja, van még egy kérdésem, hogy szándékoztok-e felkészíteni őket? Lesz-e lehetőségük esetleg felkészülni ezekre a próbákra, vagy pedig a testnevelő és óra keretén belül esetleg? Hát mi beszélgettünk igazgatókkal itt a környéken, a falukból, városokból. Ők azt mondták, hogy megadják azt a lehetőséget a gyereknek, hogy a testnevelő tanárral tudjanak felkészülni. Meg gondoltunk arra, hogy még majd kell csináljunk egy ilyen bajnokságot, akik nagyon szeretnének jönni, hogy azok majd összegyűjtsük őket egy nap, hétvégén talán, amikor el tud jönni a szülő, és hogy tudjunk velük is beszélgetni, és akkor annak a keretén belül. Tulajdonképpen egy nyílt napot terveztek, és akkor ott minden információt meg lehet tudni. Igen. Személyesen is. Hát én köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és hogy mindenről beszámoltál, és kívánom, hogy járjon sikerrel ez a kezdeményezés, neked pedig sok világbajnok labdarúgó tanítványt köszönöm kívánok. Szépen. A hallgatóknak köszönöm a meghallgatást,
és kívánok mindenkinek szép napot, ne feledjetek el kattintani, érhangja.ru per rádió, de megtalálhatók vagyunk mindenféle online platformon, Spotify-on, Facebookon, keressetek bennünket, és YouTube csatornánkra pedig írjatok feliratkozni. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.